Ezekre a falból kilógó kábelekre csatlakoznak majd rá a kamerák és a monitorok. A Bonyhádi járásbíróság tárgyalótermében szinte teljesen befejeződtek a munkálatok, de nem csak itt, Tolna megye valamennyi járásbíróságán hasonló fejlesztések zajlanak. Szeptemberre így Pakson, Dombováron és Tamásiban is elkészülnek az úgynevezett VIA videórendszerrel felszerelt tárgyalótermek. Minden bíróságon rendelkezésre fog állni legalább egy ilyen meghallgatószoba, ezért alkalmas lesz arra, hogy a tanúknak ne kelljen utazni az ország különböző részeibe, a hozzájuk legközelebb eső bíróságra bemehetnek, és távmeghallgatás útján lehet őket idézni. A VIA videórendszert Tolna megyében elsőként a szekszárdi törvényszéken mutatták be tavaly ősszel. A szekszárdi börtön és a bíróság egy-egy termét kapcsolták össze. A rendszerről már akkor tudni lehetett, hogy olcsóbbá és biztonságosabbá teszi a tárgyalásokat, mert nem kell a vádlottakat utaztatni. Elismeri a cselekmények követését? Nem ismeri. A szekszárdi gyerekgyilkos egy korábbi ügyét is a VIA videórendszer segítségével tárgyalták. A kamerákkal és monitorokkal felszerelt tárgyalótermet rendszeresen használják a bírók a Tolnai megyeszékhelyen és az ország más részein is. Jelenleg 72 olyan tárgyalóterem van az országban, amely már ellátott ezzel a rendszerrel. A bírák használják is. Az országban egy hónap alatt körülbelül 500 távmeghallgatásos tárgyalás zajlik. Szeptemberig az országban újabb 112 VIA videórendszerrel felszerelt tárgyalóterem készül el. A biztonságos távmeghallgatásra így összesen 184 helyen lesz lehetőségük a bíróknak.